láttam, hogy egyúttal a live is elszállt. Mikor szállt el? Az a lényeg, hogy sajnos nem tudjuk folytatni a szezont olyan jelleggel, hogy ugye a bajnokságot is lássuk, sajnos. Csak így tudjuk folytatni, hogy a hátralévő versenyeket lenyomom külön-külön. Igen, sajnos a tabel elment. Aztán pont talán a 76-os szezonnal is ez volt, de az összes többi eddig mindig rendben volt. Mindegy, nem csináljuk azt, hogy nem nyomjuk le ilyenkor, mert akkor eddig az egész feleslegesen volt. Megnézzük azért az összes helyszínt, az autókat, minden, hogy mi a helyzet. Azt a mindenit. Az nem volt gyenge. Nincsen sikán, ez megzavart egy kicsit. Ugye 76 után már végleg letettek a Nordschleife-ről, ha jól emlékszem. Reutemann odavágta, jó van, gratulálok. Az a mentés, ez agyabeteg volt. Carlos Reutemann. És amit mindig elmondunk, a John Hugenholz által tervezett stadionrész, akinek a Suzuki pályát is köszönhetjük. Hello! Johan Mass és James Hunt kartkaröltve, nem tudom, hogy mondják ezt. Most már ezt az a valam saját magamat. Lehet, hogy ilyen nincs is. Egymással karöltve menni. Johan Mass. Kart karbatív, olyan van. Na, menjél már Mass. Most már. Critical Mass. Á, nagyon rossz, igen, hogy ezt elvették. Ezt az örömet elvették tőlünk. És itt még ez az egy sikán van, tehát itt még ugye az előbb is láthattuk, nincsen a második. Csak óvatosan kell venni a kanyart. Tehát ugye mindig, amikor mutatják helikopterről, látszanak a jóval alacsonyabb fák. Na, összeraktad a Ducatit? Abban van valami működő rész egyébként? Mert úgy értem, hogy esetleg mozog benne valami, vagy ilyesmi, ha... Mondjuk teszem, azt tolja az ember, vagy ennek nincs ilyen... része a Ducatinak. James Hunt. Running
Na, váltós, az menő. Ahhoz képest viszonylag, hogy ez a set nem is annyira borsos áru a többi Technic sethez viszonyítva, amikben mondjuk nincsen működő mechanizmus. Ahhoz képest ez tök király. Három csillagot mindenki egymás mögé tud rakni, bogyi. Regált zóni kicsúszott, de nem vagyunk hatodikra. Nem jó. Semmi gond. De van Lego szobánk is nekünk is egyébként. Akár csak mondjuk Bétnél, úgyhogy ennek is van helye természetesen. Rássán. Chevrolet Corvette ZR1. Na, az viszont nekem is megvan, igen. Nekem az fent van, ugye megvan az autószállító kamion. Rajta van a ZR1, ugye rajta van a kék autó, amit a kamionhoz adnak. Ez kettő. Akkor rajta van a McLaren Senna, meg a Jeep, a sárga Jeep. Úgyhogy megvan telve az autószállító kamion. Abszolút full kihasználtsággal, mely... Hát ezek az autók, ezek ráférnek. Teljesen kompatibilisek. Jochen Mass. Nem rossz a Senna. Jól megcsinálták. Az képest, hogy nem vagyok egy ilyen hiperautó rajongó, vagy modern autó, modern sportautó rajongó. Ahhoz képest az a Senna, az tényleg... Ami vonzalmat ahhoz a Senna autóhoz érzek, azt mind a Forza Horizon 4 alapozta meg. Abba ugye szerepel a LEGO Speed Champion verziója, illetve a normális McLaren Senna. Nilsson majdnem kiütötte Huntot. Igen? Nem is tudom én mikor vásároltam egyébként utoljára így hipermarketből LEGO tényleg általában amire szükségem van arra próbálok rácsapni már akkor amikor megjelenik. Bár most tényleg már itt is nagyon telve vagyunk, úgyhogy most igazából lassan eljön az idő, hogy valamit majd szét kell kapni. Vagy el kell távolítani. Az tényleg nagyon jó ár. Hát én is annak idején, amikor azt vettem, azon 11-12 ezer volt egyébként a Tesco-ba. Az volt az utolsó is, amit a Tesco-ba vettem. De az kb. Abban az évben, amikor az kijött. 11-12 ezer volt akkor alapáron. ...6900. Az mondjuk nagyon durva lenne. Azért ez egy igen nagy szett az a kamion.
Én a nagy technika autószállító kamionról beszélek, azért mondom, hogy ráfér ugye az ER1, a Senna. Mondjuk az... Érdekes lenne 7000 forintért. Ez a piros kamion. Autó, Lego Technika autószállító az erre. Egy ugyanakkor a kék autó jár hozzá, jaj, alapból, ami nincsen márkásítva, mint a Corvette ZR1, tehát egy ugyanakkor autó van alapból rajta, és akkor így marad rajta ugye három üres hely. Az egyikre ment a Corvette, a másikra a Senna, meg a Jeep Wrangler, a sárga. A Rubicon. Mi gyerekek, valahogy feljöttem a harmadik helyre. Az azért nem rossz, és milyen izé sor volt mögöttünk. Lauda, ki is szállt az autóból, ott hagyta, tessék, viszontlátás. Lauda nem szórakozik. Nagy történik, azért. Lauda kiszállt, elhúzott. Na nézzük, mi a Österreichring. Bizony Rossi kiment a WC-re. 77. augusztus 14. És mindenféle kurve van. Hát akkor erre a streamre is figyelnem kell, hogy a lejátszási listába több darabba kerüljön be, hogy az egész meglegyen. Na. Jaj, rosszkor vált a lámpa. Most. Ez a pálya emlékeim szerint jó rázós. És marha nagyot lehet rajta rajtolni, és van siken? Van siken. Jó magas rázókővel. Van ennek is olyan verzió, ahol siken negyed csak egy kanyar van. Húzd vissza! Gyerekek, már is harmadik hely. Hova mennek? Azt hittem, hogy odavágja Andretti-nek hánt. A nyomokban rá lehet ismerni a mai pályára is, de azért még voltak eltérések. Azért egy hatszoros bajnoknak is vannak érdemei. Hát ez a kb. Hasonló egyébként, mint mondjuk Fettel is nyert azért négyet, de hát milyen négy volt, az nem. Tehát ilyen... Tényleg nem volt ellenfele. Ahogy Schumachernek is volt ilyen. De azért ő behúzott pár neccesebbet. Hú, de tényleg akkor is milyen unalmas évek voltak.
Schumacher érában. Meg hát ugye nem is kell említeni Ausztriát, ha már Ausztriában vagyunk, az elengedést. Barrichello elengedte. Fú, az nagyon egy mocsok undorító dolog volt. Bármikor egyébként verseny közben úgymond busztusosabb lett volna alkalmazni a csapattaktikát. Aztán ugye akkor elkezdtek variálni, hogy nincs csapatutasítás, jöttek a különböző intézkedések, pedig hát ugye a mai érában is látjuk, hogy kell a csapatutasítás. Csak hát azért ilyet szerintem nagyon durva volt meghúzni. Az úgy tényleg aláást a kicsit a sportágnak a megítélését. Tehát ez olyasmi, mint amikor büntették például, emlékszem, az egész VTCC mezőnyt annó egy szintén osztrák, ha már Ausztriában történik minden ilyen dolog. Ott ugye a Salzburgringen történt időmérős, hát a Forma 1-ben is volt egy pár éve ilyen, de ott konkrétan ott sem értek föl a gyors körre, mert annyira feltartotta elől a mezőnyt pár autó, és ugye mindenki akart valamennyi szélárnyékot, senki nem akart előre menni, így kudarcba fulladt gyakorlatilag az egész időmérő miatta. Na most ez az elengedés is szerintem ugyanaz a kategória. Szia Csucsú! A könyörgömet lehet azt csinálni a verseny bármely pontján tényleg. De hogy úgy elvenni valakit a győzelmet, hogy már majdnem átalad a célvonalon, az... az szerintem ilyen kávé Barrichellónak örökké megbocsájthatatlan Ferrari bűn. És tényleg érdekes, hogy Ausztria vonzza az ilyesmit. Akkor még ugye A1 Ring néven volt a pálya köztudatban. De az tényleg az a jelenet sor volt, amit ugye éreztél a szívedben, hogy megszakadt. Az nem... nagyon nem volt korrekt. Hú, ezt visszanézném. Jaj. Rosszat nyomok. Ezt a kanyart, remélem jó szögből mutatja. Jó volt, jó volt. Up
happened? Had a problem with his suspension. Happened? Szóval a 76-os szezon meg izé után romlott el amúgy. Pont Understorp után, svéd pálya után, ott egy kicsit aggódtam is, de... látszik, hogy nem ott kellett volna. Akkor azért szakította meg nekem a live-omat is. Kezdi a Digi a pár hónappal ezelőtti hülyeségét? Egy pillanatra eldobta. Hát itt meg simán Budapest, és mondom, egy hónapja, másfél hónapja voltak olyan durva gondok a Digivel, de még szerintem cikkeztek is róla, hogy nagyon-nagyon minősíthetetlen volt, de amúgy meg nagyon régóta Digi előfizetők vagyunk, és tényleg ilyen szintű problémák nem fordultak elő, mint így másfél hónapja, tehát azt sem úgy mondom, hogy szar, mert egyébként mindig jó volt nekünk. Jaj! Igen, abból meg őszre? Talán őszre lesz valami? Abból a felvásárlásból? Vagy nyár végén? Valami augusztusi vagy szeptemberi dátum rémlik nekem ezzel kapcsolatban. Zandvoort! Hát ugye a UPC esetében mondjuk nem sikerült jól ez a dolog. A Vodafonnal, tehát ott a UPC az... azt én nem hallok róla jókat, mióta Vodafone kézen van. Pedig amúgy én Vodafone-os vagyok, mint mobil szolgáltató, de csak mobil szinten. Vevőszemélynek nem örülök. Azt nem tudom, hogy ők egyébként... ők miért nem jók? Nem mondom, hogy ezt kifejezetten vágom, hogy velük mi van. Nem is igen, hallottam eddig erről a cégre. Lőrinc haveri kör. Erről meg általában nem szoktam nyilatkozni, tehát... Én nekem ugyan mindegy. Működjön az internet! Nekem ez a lényeg. Ne szarakodjon. Amíg az működik, addig minden működik. Igen, a jó ár, fú, tényleg, attól... attól azért tartok, hogy... ezt nem biztos, hogy fogják tudni tartani, mert tényleg kedvező a Digi.
marha jó sebességeket adnak. Nagyon kevés pénzért. Tényleg még mindig hallok ilyen elvetemű sztorikat különböző településekről, hogy a T-Home meg ilyesmi, miket elkérnek. Közben van T-Home-os ismerős, akivel bizonyos fajta szervereken, például Rocket League-ben ő nem is nagyon tud érvényesülni, mert bizonyos szervereken lagol, mint az őrült, más szervereken meg jó. Meg emlékszem annak idején, ha már volt szó a Forza Horizon 4-ről, hogy 2,5 hónapig körülbelül, de legalább 2-ig, amikor megjelent a Forza Horizon 4, egyszerűen nem tudtak játszani online, akik T-Home-osok voltak. Valami olyan protokollt használt a multiplayer, az online része a játéknak, ami nem engedte ezt meg, hogy csatlakozhassanak. Szóval alig vártuk, hogy ugye megjelenjen a játék, hogy akkor majd játszunk, és hát szinte egy ismerősöm sem nagyon tudott egy időbe elkezdeni velem, tudta velem egy időbe elkezdeni a játékot, mert Johannes. Mert hogy vagy T-Home-osok voltak, vagy olyan faluneten voltak, úgymond, ami a T-Home hálózatát használta, csak ugye tudom én adott régió szintű elnevezéssel bírta. De attól függetlenül gyakorlatilag egy T-Home-os net volt. Csak leosztva. Majd oda, de még nem most. Fel akarom fejezni már. Igen, ez pont láttuk ezt a közös nevelődét beszámolt. Kérdés, hogy a Lafitte előtt haladó hol vannak? Nagyon úgy tűnik, mint a más dimenziót autóznának. Más dimenzióban autóznának. Na, oda például tol egy leggyorsabb kört. Itt a homokon előzünk, hát 8,5 másodperc Alan Jones-t, és nem tudom, hogy utolérhető-e. És végre láthatjuk idén egyébként ezt a pályát, csak ugye felújítva. Tavaly a koronavírus elvitte a holland nagydíj visszatérését. Sajnáljuk, ugye mindig megemlítjük ezeket a Marlboro-s rázóköveket, hogy ezeket valószínűleg nem tarthatták meg. Volt némi útlát feeling. Köztem, ez meg is látszott az időn. Mi történt? Lettem 19-ből. Jones! Elén pakolta, aki mögülem kiesett a bozgó.
Hát nagyon lassan közelítünk Alan Jones-ra. Hát ez nagyon király, gyakorlatilag itt a pálya vezeti az autót. Neki a falnak. Mi történt? Nem tudom, mi történt. De egy pillanatra kihagyott volna a kontroller. Johnny Schechter! Jó, Schechter előttünk volt. Adta be a kulcsot. Továbbra is Alan Jones célpont. Valaki füstöl. Ez nagyon jó, mert szintén előttünk van. Jones! Na, szegény Peterson. Peterson. Miért zárjuk? Fittipaldi. Aztán kezd fogyni az előnye, most már tényleg szemmel látható. Igaz, miért megyek le? Jones! Tényleg itt tudom, hogy csinálod minden. Stuck! Kihasználom a pályát és a pályán kívüli részeket is. Meglepne, nem lenne egy leggyorsabb kör. Azért pont Hollandiával sikert kell, mert nem. James állt meg 10 másodperce 11-re, hát ez... Bár nagyon fogy neki. Az egyenes miatt? James Hunt. Köszönöm, szóltok, hogy Jones hátulról gyakorlatilag letol. Baszki!
Éj, ez... Azt a mindent, és majdnem Jones-t is kiütöttem. Ah, a hátsó szárnyomnak annyi. Kukázzuk ezt a futamot, mert... Ez sajnos egy versenyzői, vezetői hiba. Ami véget vetett ennek a holland nagydíjnak. Ezt tudjuk be, úgyhogy itt nulláztam volna. Monza. ...48. olasz nagy díj. De nem is kicsit mugláztam, az egy jó nagy... ...jó nagy esés volt. És tényleg írja egyébként, most látom, hogy... ...közvetítek Twitch-en, hát ez annyira zseniális, hogy én ezt el sem tudom mondani. És nem tudom, hogy mi segített, őszintén szólva. De gyanítom azt, hogy a Spotify-t kikapcsoltam. Vagy nem tudom. Szia, Erik! Á, sehogy sajnos. Silverstone után úgy döntött a játék, hogy nem tudom folytatni. Tehát Silverstone után állandóan kilépett. Úgyhogy most lenyomom a versenyeket, de egyébként vezettem a bajnokságot. Meg valószínű, hogy vezetném is. Csak kár érte. Egy ilyen szezonunk volt már, ami így elugrott, és szerintem az pont a 76-os volt. Így ezzel az írával nem stimmel valami, aztán valahogy megállapítottam itt a... Talán ugyanezekkel a szavakkal. De sajnos baj, egyébként a versenyek működnek. Csak maga... Ott a bajnokság nem akar tovább menni. Kétszer, kettőből kétszer kifagyott. Úgyhogy nem erőltettem. Nagyon szépen megúsztattam. Padló lemeze. Hello. Jean-Pierre Jarry. Johan Mass. Johan Mass. Okozott probléma. Johan Mass. Elmértem egy kicsi. Na hát ezeket szerintem nem lesz egyszerű megfogni, akik már itt előttem vannak. Hunt is próbál ellógni. Ki tudja, hogy az Ascarinál hibáznak-e még. Úgy vettem észre, ezt a magas rázókövet nem szeretik mindenki. Nem kultiválja. Az erre én meg elmegyek a másik oldalán. Júj! Ó! Három kerekeztem! Az milyen már? Andretti ugyan elment, de megúsztuk. Sandvortba csúnyát nulláztam.
Lauda és Peterson a falban parabolikálva. Andretti indokolatlanul lelassított. Ezekkel a rázókölyökkel marrára kell vigyázni. Leginkább nem kéne őket használni. Úristen, egy hatalmas borulás James Hunt-tól. James Hunt. Az Ascari halálsikámba. James Hunt is taking the lead. Na. Azért. Valószínűleg azért mondta, hogy taking the lead, mert pont berakta a boxba. Mindenki elé, jaj. Itt előztem le, és így lettem most harmadik. Pedig végharmadik voltam. Ezt a következő áldozata az Ascarinak. Te amúgy Erik nem F1-ezel, mert látom, hogy T-Max is nyomja. Beragadtunk ide a harmadik helyre. Alan Jones. Lebasztam. Jody Scheckter vezet Gunnar Nilsson előtt. Úgy néz ki, hogy itt nagyon beálltunk most. Regazzoni. Jaj, de elcsattam, hogy nagyon picit leeletnyit rajta volt az ujjam a gázon. És annyival tovább is toltam. Ez
az a belső rázókő, hogy gyakorlatilag önt egy fal. Hát arra egy rámenni nem volt érdemes. Kellene egy jó parabolika és egy kigyorsítás. Amelyen rossz, ez így. Nilsson lehet, hogy meg lesz. Nilsson már átvágja pánikszerűen a sikánt. Érzi, hogy jövök. Na reméljük az Ascarit is elrontja. De így végül is mindegy, ha megelőzzük. És Jody Scheckter van hátra, hát ő már nem biztos, hogy meg lesz. Vagy igen? Teljesen máshogy vettük a parabolikát. Jaj, de mennék utána! Áááááá, és Scheckter, szép volt. Szépen lehozta Jody Scheckter. Jody Scheckter. Az komoly volt. Komoly hajrá volt. With the race over, let's take a look at the classified result. Parabolikában sokkal bátrabb volt. Na, Watkins Glen. És akkor van, aha, még van Fuji is. The Glen. Október 2. Na itt már a másik Tyrrell ment, ha jól látom. Itt már nem a hatkerekű Tyrrell van a plakáton. Tehát itt cserélték le, itt már biztos, hogy lecserélték. Ha megfigyelitek. Ez mondjuk érdekes lehetett hirtelen hozzászokni szezon közben egy másik konstrukcióhoz. De ugye a játék ezt így nem cseréli le. Mi már olyan történelmet írunk itt, ami nem is létezett. Maradek ott. Jól elcseszték a kanyart. Alan Jones. Stuck. He's out. His suspension has collapsed.
Miért zárjuk? Ez elfér, blondi egyszer. Rajta már kicsit veszélyesen sorolt vissza. Lauda és Andretti. Az Amerikában beleszállni így Andretti-be. Nem túl ildomos. Beleállni vele lehet a harcba, de óvatosan. Peterson. Na most Schecter sikerült megelőzni. Ez a momentum lett volna csak hátra olasz nagydíjon is. Például tök jó lenne ide is visszahozni az amerikai nagydíjat, például simán el tudnám képzelni. Nicky Lauda ütközött Hunt-tal, hoppá. Közben Reutemann avászkodik fölfele, ami nem nyugtat meg. Hogy őszinte legyek. Az időből én úgy látom, hogy most már bejött 3 másodperc alá. Ezzel még inkább könnyítem szerintem a dolgát. És a kám bevételére még odai nem tudott rájönni, nem tanulta meg magától.
itt gumiszalag lenne kifeszítve közénk, azt csináljuk. Be van állítva erre a 3 másodperces távolságra. Fittipaldi. Riccardo Patrese. Most 4,5, majdnem 5. Mario Andretti. És itt iszonyatosan visszaesik a különbség ezen a szakaszon, pedig hát úgy megyek, mint egyszer, tehát nem lehet rá panasz. Ó, most egy kicsit itt lecsúsztam. Kíváncsi értem volna, mennyire tud följönni a nélkül, de most egy talán kicsit amúgy jobb vagyok. Mindig elfelejtettem eddig, hogy maradni kell ezen az oldalon, de most emlékeztem rá. Legalább fék problémákkal nem küzdködöm, mert egyébként ezelőtt, ugye a 2000... hát elsasztom, azt a szezont játszottuk. Hát ott vigyázni kellett a fékre, a két futamot egymás követő futamon is betolt a fék az utolsó körre. Az egyik futama miatt nulla is lett. Egyszerűen mentem a kanyar fel, és annál rosszabb érzés, nem tudtok elképzelni, hogy nem fog a fék. Zsabúj.
valaki takart egy nagyot. Nem tudjuk ki volt ez, mert a nevet azt elfejtette bemondani hozzá. Na. A Watkins Glen az behúzva. Accident. Gunnar Nilsson volt az, aki a utolsó körökben esett ki. Mosport. 77. Wow. Egy pillanat. Na. Mindjárt szakértői apám. Itt is vagyunk. Kilenc kör. A szép táv. Rajtoltunk a kanyarból. Megint rossz lámpát néztem, hogy se hamar váltott. Mi a keresztbe fordult valaki, Stu? Jean-Pierre Jarier. Hans Stuck. Stuck. Ó, Peterson felfüggesztés problémák miatt kiállt. Hát ez a pálya is elképesztően zseniális egyébként. A szint különbségek annyira hangulatot tudnak csinálni egy pályába, hogy ez elmondhatatlan. David Lotta. Legzseniálisabb pályáinak egyike véleményem szerint. Nézd, annyira túlkapta a kanyart, hogy majdnem kiment a boxba.
Hárman nem fértünk el. Azt a mindenit hánt. Miért beborított elém? Merzario már lekörözésbe volt, az durva. Schechter! Ez a feltartott Schechter, nem igaz. Büntető fékezgetett itt Jody. Fék. De nagy meg. Gyerünk tovább. Semmi baj. Egy borulás után is tudunk tovább menni. Megtöröljük a szánk szélét. Aztán hajrá. Vissza a harmadik helyünkért James Huntra. Felkaphatjuk. Apple has
Andretti. James Hunt. Andretti-t egy kicsit letereltük. Lauda 16 másodperc. Majdnem 16 másodperc, az úgy igen erős. Ráadásul visszanyúlik. Laudát nem fogjuk meg, ezt már most mondom. Ne is nagyon reménykedjünk benne, csak technikai gondja nem lesz. Ez a kanyar, ez mindenkinél jobban megy nekem. Kivéve most, természetesen, ahogy kijelentem, mert itt hoznunk kellett volna rajta. Ezért jöttem én fel Laudára, valószínűleg mert ő meg körözte ezeket a delikvenseket és beragadt. Lauda. Valamit csináltak itt előttem. Ájja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 jj
Jól fordul. Hát gyerekek, a lekörözés. A lekörözéssel ment el a dolog. Ebből csúnya bonyol lenne amúgy a valóságban. Vittorio Brambilla. James Huntot még egyszer sajnos nem fogjuk elkapni. Lauda nyer. Így valószínűleg Hunt lesz a harmadik. És ki volt még előtte? Mario Andretti. Ja, igen, Andretti. Hát ez kemény volt, kár ezért a lekörözéses bakiért. Nagyon nagy kár. Ha ilyen a Schecter, a másik Schecter. De a negyedik hely, na. És akkor jön Fuji. Ez volt az a nagy díj, ahol... ez a 76-os volt, ahol ugye egy szakadt az eső, nem a 77-es. Ahol le oda kiszállt. Na ez a pálya sincsen túl bonyolítva egyébként így ránézésre. Szezonzáró, tehát Fujiból.
Milan. Clay Regazzoni. Schumacher már megint bekerült, csak bekerült Schumacher. Egyszer nem hallottuk még ezt a bug rádiózást. Legalábbis a mai napon, de egyébként minden szezonban, ahol nincsen Schumacher, ott is berakja. Peterson simán letoltuk. Nem csoda, hogy ezt a nagy díjat így Lauda gyakorlatilag bojkottált a 76-ba esőben, mert borzasztó gyors pálya és nagyon-nagyon gumi gyilkos ívei vannak, főleg ugye gyakorlatilag ez az egész utolsó szektor a CNS ráfordító, ez egy rohadt nagy ív. Stuck. Mert egy nagyon nagy sebességgel lehetett volna esőben csúszni. Mindjárt befejezem. Utolsó futam. Biztos, hogy nagyon egyedi helyen fekszik ez a pályás, ez zseni.
Jochen Mass. Úgy azt hittem, hogy vége lesz. Eltalálom Jochen Mass. Na most lesz egy kicsit nehezebb, mert nekem kell tempót autózni. Úgy tenni, mint ha ismerném a pályát. Ott közben nagyon nem. Legalábbis nincs kimaszterelve. Nem vagyok olyan elveszett. Szépen kapaszkodom rajtam arra. Viszont valamelyik Ferrari a boxba akar menni. Most az vagy Lauda, vagy rajtam lesz. Ami azt jelenti, hogy nyerhetünk egy pozíciót. Ha csak nem kamuzik már össze-vissza a rádió, de Lauda van bent. Lauda kiállt valamiért. Ha már itt repesgettük, hogy ő kihagyja a japán nagydíjat, itt is kiállt. Rajta van közérni. Mi van? Kifogyna az üzemanyaguk? Mi a bajuk? Érdekes, hogy a két Ferrari. Igen. Renato fiú, De Rossi.
Na ilyen még nem volt úgyse ebben a szezonban, hogy így elszámolják. De Lauda, ő tovább jött. Egy hiba volt, James Hunt-ot magunkba ne húzzuk. Hogyha csak a Ferrari-k számolták el. Jacques Lafitte nem tudjuk miért állt ki például. Jody Scheckter. Scheckternek is ennyi. Lehet, hogy többen is akkor. Elszámolták. De mi nem. Megnyertük a japán nagy díjat is. Hát én azt mondom, hogy szerintem behúztuk volna ezeket a címeket, eset ezt a címet ennyi győzelemmel. Úgyhogy igazából nem kell aggódni miatta. Viszont nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, az új nézőknek a követést, a feliratkozóknak az újra feliratkozást, és akkor legközelebb találkozunk. Egészség. Így legyen. És akkor sziasztok.